Üdvözlöm Önöket! A földi élet létfontosságú anyaga a víz. A civilizációs ártalmak miatt azonban egyre fogy az emberi fogyasztásra alkalmas mennyiség. Erre a globális problémára igyekeztek megoldást találni a világ vezetői a Rio Plus 20 csúcs találkozón. A víz talán még sosem volt olyan értékes, mint manapság. És nem csak arról van szó, hogy egy liter palackozott víz már több pénzbe kerülne, mint egy liter benzin. A föld emberi fogyasztásra alkalmas készlete egyre fogy, a tiszta víz hiánya pedig számos más területen, például a mezőgazdaságban is problémákat okoz. Szerencsére vannak gazdák, akik ennek megfelelően dolgoznak, és Spanyolország délkeleti részén már egy kevés vizet felhasználó öntözési technikát alkalmaznak. A csepegtető módszer hatékony, hiszen akár 30%-kal kevesebb vizet kíván, mint az árasztásos. A művelhető földterületeken kívül azonban máshol is nő a vízigény, hiszen a régió fejlett turistaipara nagy víznyelő. A nagymértékű fogyasztás ellensúlyozására is kerestek megoldást, a spanyolok több szennyvízkezelő telepet építettek már. A víz újrafelhasználásával megakadályozzák, hogy a piszkos víz megfertőzze a folyókat, és ez megélhetési forrásuk, a mezőgazdaság működésében is segít. Azonban van még egy fontos megoldandó kérdés, a szennyezés probléma. Ezen a területen az egyik fő gondot a gyógyszeripar jelenti. Németországban naponta több tonna gyógyszert bocsátanak a környezetbe, amelyek aztán elbomlanak és mikrorészecskékként kerülnek a vizekbe. L'impact de l'introduction de produits chimiques sur la faune et la flore. Ezek a vegyi anyagok nem csak ránk emberekre, de az állatokra és a növényekre is hatással lehetnek. A környezetbe jutó fogamzásgátlók például az endokrin mirigyek megbetegedéséhez vagy hormonális zavarokhoz vezethetnek. Egyes halaknál már hermafroditaságot, azaz kétneműséget is felfedeztek. A kiváltó a vízbe jutott gyógyszeripari melléktermék volt. Szembe kell néznünk a fertőzött szennyvíz és talajvíz problémájával, és figyelembe kell vennünk, hogy ez nem csak német, hanem európai, sőt, globális problémát jelent. Vízhiány és vízszennyezettség. Két fontos kérdés Európában, de a világ kevésbé fejlett részeit is fenyegeti. Az UNESCO szerint a világon több mint 1 milliárd ember nem jut tiszta vízhez, és több mint 2 milliárd környezetében nincsen megfelelő szennyvíz elvezetés. A folyamatosan gyarapodó globális népesség miatt pedig fennáll a veszélye, hogy a helyzet egyre súlyosabbá válik. Bízunk benne, hogy mi hamarabb sikerül megoldást találni a vízhiányra. Pár perces mini magazinjainkkal folyamatosan találkozhatnak itt az Ozone Networkön. Nézzenek minket, Ozone GPS, irányt mutatunk.